Készültünk rá, de valahol is, de még valami mással is készültünk. Egy nagyon csak készséget szeretnénk átadni mindenkinek. A szeretetből egy idézetet, amit nagy szeretettel szorgos kezekkel készítettünk otthon, és amelyet a gyerekek magazinunknak kiosztanak. Vigyétek Krisztus szeretetét, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. A szeretet nem azért van ingyen, mert semmit sem ér, hanem azért, mert megfizethetetlen. Köszönjük szépen, hogy itt lettünk. Valóságosan ez a mérhetetlen tenger,
egy kicsikes csónakban szállni, az lehetetlenség, és mégis átvitt értelemben ez történik karácsonykor. A végtelenül nagyisten lekicsinyedik az emberi természetbe, felveszi az emberi testet, annak szenvedéseivel, keresztútjával, hogy nekünk megkönnyítse az utat, és megvizsgassa az utat az örök boldogságba. Hát, kedves Emmanuel, nevezelek így benneteket, mindnyájatokat, egy szóval nagyon köszönöm a hívek nevében, az itt lévők vendégek nevében és magam nevében, hogy eljöttetek, és mindezt ilyen szépen, megható módon átadtátok ezt az üzenetet ennek az egyházközségnek. Köszönöm szépen még egyszer. Elhangzana, fogadjátok az áldást. Maradjatok nyugodtan ülve. Az Úr legyen veled. És a veled. A boldogságos Szűz Mária és Szent József közbenjárására védelmezzen és áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Jó. Amen. Éljünk békében és örömben. Karácsony idejében vagyunk, karácsony 8-ában, úgyhogy bátran lehetünk még kántálni.